mostani konfirmációs igehirdetés alapja, témája a kommunikáció lesz. Mi a kommunikáció? Általánosságban ez a modern, latin eredetű szó annyit tesz, információt, gondolatot cserélni. Szó szerint pedig van egy ilyen jelentése, közösségbe, kapcsolatba kerülni egymással. A kommunikáció tehát így összesítve információ és gondolat csere, ami kapcsolatokat hoz létre. Tehát a kommunikáció, információ és gondolat csere, ami közösségbe hoz. Az előadás kommunikációhoz három tényezőre van szükség. Először is szükség van egy forrásra. Valakire, aki információt, üzenetet akar átadni. Tehát szükség van egy személyre, aki beszél, cselekszik, mutat valamit, aminek üzenet értéke van. Aztán természetesen szükség van egy olyanra is, aki mindezt érti, aki befogadja. Ezt így mondjuk, szükség van egy vevőre is. Itt természetesen szükség van egy csatornára, egy közegre, amin keresztül folyik az információ átadás vagy csere. Kicsit bonyolultnak tűnik, de higgyétek el, a hétköznapokban ez nagyon egyszerűen működik.